az, hogy a dalszöveg miért lett ennyire magyar történelmi, illetve ilyen szocialista képekkel túlburjánzó, arra nem emlékszem. Ez volt az első ilyen, ami így erre fel, ilyen kiszólt egy picit így az ilyen belső világból, nem? Ja, ilyen tök véletlenül, pedig nem is akartunk szerintem politizálni. Ráadásul ez is egy kicsit a belső világban maradt. Aha, jaj. Csak volt egy ilyen aktuális kicsengése, vagy nem tudom. Igen, abszolút. Ráadásul annyira a belső világ, tehát hogy nekem azért, azért lett ez így, hogy nekem akkor kezdett el ez az egész Imre fia Imre egy ilyen teljes szerelemmé válni, mert addig egy baráti társaság volt, ahol lejártunk, tök jó zenéket csináltunk, de amikor ez a Fekete Volga megszületett, és meghallottam rá a szöveget, akkor az én személyes belső világomat érintette meg. Ugye nekem a családomban a nagypapám volt 56-os elítélt, és így gyakran eszembe szokott jutni, hogy vajon ő mit mondana, vagy mit gondolna arról a világról, amiben most élünk. Vajon úgy látná-e azokat a történéseket, amiket ő megélt, ahogy azt most ma elmesélik. Most így eszembe jutott, hogy a dalszövegnek a közép része, ami úgy politikusabb, az honnan jött. Hogy emlékszem, hogy akkoriban újra kezdtem olvasni Petrit, Petri Györgyről beszélek. Neki van a 301-es parcelláról című verse, ami hát az egész szerintem az egyik legütősebb magyar verse világon, de hogy egyetlen vagy két sora, amit most pontosan nem tudok idézni, az engem mindig mérhetetlenül megfogott, és úgy igazából felnőttként így újra értelmeztem, és nagyon-nagyon megütöttem. Meg kell bennem érnie valaminek erre a versre, hogy ez a kegyeletre szarok, az élőkkel kellett volna kegyesebbnek lenni, élni, hagyni őket. Végig gyakorlatilag ez a dalszöveg, legalábbis a középrész, az pontosan arra reflektál, hogy nagyon szépek a megemlékezések. Nagyon szép dolog, hogy ezt a hagyományt, amit október 23-án folytatunk, az egy nagyon szép dolog, de alapvetően ez az egész egy szart se ér. Sokszor belegondolok, hogy mi lenne, hogyha föltámadna bármelyik háborús hős, vagy bárki, aki életében úgymond bármiféle módon mártír halált halt. Kit érdekel, hogyha neked nem volt jó az, hogy a neved fönnmarad több száz, több ezer évig? Lenne egy 500 feliratkozós YouTube csatorna. Ja, József Attilát érdekelnie, bár egyáltalán nem mártír, de valahol a saját életének vagy művészetének a mártírja, az, hogy róla utcák vagy terek vannak elnevezve. Vagy volt egy szobra, ami egy ideig állt a Dunaparton, aztán arrébb vitték a parlamentet. Tehát, hogy ha az életed nem tud kiteljesedni, akkor alapvetően mit érnek a magasztos eszmék?